Azt javasoltam, hogy frakciót azok alakíthassanak, akik vagy önálló listával indulnak, illetve ha valaki közös listán indulnak, akkor ők is egy közös frakciót alakítsanak. Ha közösen indulnak, akkor az azt jelenti, hogy ott valamiért politikai okok, vagy technikai okok, vagy bármi miatt ők közösen indulnak, akkor legyenek egy frakcióban. Ez az Igen Szolidaritás, ugye az ISZOM, az egy baloldali párt. Mi azért küzdünk, hogy egyenlőség legyen, ne csak szabadság, hanem egyenlőség is. Ugye ez a bérekben is legyen 250 ezer forint a minimálbér, 150 ezer forint a minimum nyugdíj, 50 ezer forint a családi pótlék, és még rengeteg más dolog, amit ugye a Kádár János tervben elmondunk. Egy fontos dolog, hogyha pártok úgy jutnak be a parlamentbe, mint például ahogy mi is tervezünk, hogy minimum 71 helyen állítani fogunk jelöltet, az emberek eljönnek és leszavaznak arra, hogy ez a programot képviselje valaki a Magyarországgyűlésben. Ugye ez az egyik módja jelen pillanatban, hogy benne legyünk. Ha ránk szavaznak, akkor mi be fogunk jutni és képviselni fogjuk ezt a programot. Azért az ne érjen egy frakciót, ami nagyon komoly, tehát mondom az ország sorsára nézve egy nagyon komoly befolyással bír, úgy, hogy alapvetően tudjuk, hogy ezeknek a pártoknak, a KDNP-nek nincs kimutatható támogatásuk, pedig hát borzasztóan szeretik őket, hát még a közmutatókkal is elképesztő jobban vannak, és még így sincs támogatottságuk, akkor miért van nekik frakciójuk? Szerintem most egy tisztulási folyamatot látunk. Ugye nekünk van egy jobboldali kormányunk, vagy hát legalábbis magát jobboldalinak mondja, keresztény demokratákkal kiegészülve, és van egy liberális, jobboldali, ellenzéki tömb, aki most alakul, és nem tudok, szerintem, hogyha ők most itt ülnek, ők is nagyjából ezt mondanák magukról, jobboldali és liberális pártok vannak benne vállaltan. Szerintem ez így tök rendben van. Van egy jobboldalunk, van egy liberális oldalunk, és végre, amennyiben mi elég ügyesek vagyunk, mi, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, meg tudjuk építeni a parlamenten belül is, kívül is a baloldalt. Mert ugye itt óriási különbségek vannak, mi szocializmust akarunk, nem tetszik nekünk a fogyasztói társadalomnak ez a habzsolása, amivel tönkreteszi a bolygót, meg az egyéneket és a közösségeket, és ezt most hosszan sorolhatnám, meg hát a jövedelmi különbségeket. Akkor mi rendszerváltásról beszélünk, akkor mi a kapitalizmusról beszélünk, és a fogyasztói társadalommal kapcsolatos problémáinkat tárjuk a magyar nép elé. Jó.